A Hegyvidéki Önkormányzat és a Szent Ferenc Kórház évek óta szoros kapcsolatot ápol. Az elsősorban kardiovaszkuláris rehabilitációra és a diabétesz, illetve magas koleszterin szintű betegek ellátására szakosodott egészségügyi intézmény a 2014-es év folyamán mintegy 7 millió forint értékben szerzett be orvosi eszközöket a 12. kerület önkormányzatának pénzügyi támogatásával. A röntgen digitalizálása volt a legnagyobb falat ebből, tehát jelen pillanatban most alkalmasok lettünk arra, hogy ne filmre készítsük el a felvételeket, hanem olyan digitális felvételeket kapjunk és használjunk, amit akár más helyszínen használjunk föl, akár más helyszínre át tudjunk küldeni anélkül, hogy bármiféle konkrét papír vagy konkrét film utazgatna. A Szent Ferenc Kórház az Észak-Budai Egészségügyi Együttműködés keretében megállapodást kötött a Szent János Kórházzal, illetve a Budai Irgalmas Rendi Kórházzal, így számos 12. kerületi beteg is megfordul az intézményben. A Hegyvidéki Önkormányzat ezért is segíti kisebb-nagyobb anyagi támogatással a kórház működését, mondta Pokorni Zoltán polgármester. Ugyan a kórház nem a 12. kerület területén fekszik, de ha átnézünk az utca túloldalára, az már a 12. kerület, és hát nagyon sok kerületi beteg jár ide. A betegek minél jobb ellátása érdekében a Hegyvidéki Önkormányzat a jövőben is együttműködik majd a kórházzal. A Szent Ferenc Kórház a nyár folyamán egyedülálló kardiovaszkuláris tanösvényt építenek ki, részben a Normafa területén. Vidáman énekeltek a Gennaro Verolino tanulói a tavaszi szünetet megelőző rendhagyó délelőttön. Mikola Péter interaktív zenés műsora előtt csokoládétojások keresésével indult a nap. A gyerekek pillanatok alatt felkapkodták az édességet, és közben nagyon jól érezték magukat. A Normafa Park fenntartó és üzemeltető intézmény jóvoltából több száz színes édességet helyeztek el a nevelők az iskola udvarán. Ezzel egy folyamatos kapcsolatot szeretnénk kialakítani, hiszen nekünk nagy segítségünkre lehetnek abban, hogy a Normafa tervezésénél az ötleteikkel, véleményeikkel segíteni tudnak itt a nevelők. A Gennaro Verolino iskolával való együttműködéstől azt várják, hogy így a Normafa erdői még kényelmesebbé válhatnak mindenki számára. Nálunk az értelmi fogyatékosságon kívül halmozottan sérült gyerekeink is vannak, tehát mozgássérültek, látássérültek, és úgy gondolom, hogy ha egy olyan parkot alakítanak ki, ami úgymond fogyatékos barát, akkor azzal nagyon-nagyon sokat nyernek azok, akik itt laknak, és azok is, akik ide járnak iskolába, itt tanulnak. A Gennaro Verolino általános iskola és speciális szakiskola, diákotthon és gyermekotthon nemrég ökoiskola címet kapott. Oktatási programjuk részeként rendszeresen szerveznek kirándulásokat a környékbeli erdőkbe, parkokba. Lehet látni, hogy a műtermi környezetben milyen sok portré volt Czóber Béla környezetében. Czóber Béla egyik legkedveltebb műfaja a portré volt. Hosszú, több mint 7 évtizeden át tartó pályafutása során rendszeresen örökítette meg barátait, ismerőseit. A Balassi Intézet Arc és Lélek című tárlata először vállalkozott arra, hogy Czóber Bélát elsősorban portréfestőként mutassa be. A portrén keresztül nem csak az arcnak a karakterét ragadja meg, hanem az arc mögött látható lényeget, tehát ő nem csak keresi meg, kutatja a modelljének a személyiségét, hanem véleményt is alkot róla. A Balassi Intézetben látható kiállítás Czóber Nagybányán Párizsban, Berlinben és Szentendrén készült portréi mellett néhány különlegességet is bemutat. Ilyen például az Állarc és Mandolin című festmény. A képen ábrázolt tárgyak ugyanis művészeti ágakra utalnak. A lant a zenére, a paletta a festésre, illetve a maszk a színházra. A kiállított festmények, grafikák és személyes tárgyak zömében a művész hagyatékának jelentős részét őrző Szentendrei Ferenci Múzeum gyűjteményéből származnak. A Balassi Intézet Czóber tárlata május 3-áig tekinthető meg.